Horvátország a délszláv háborúk miatt csak 2003. februárjában nyújtotta be csatlakozási kérelmét az EU-hoz. Az Európai Tanács 2004. decemberében zöld utat adott a tárgyalások 2005-ös megkezdéséhez. Azonban ennek feltételiül szabta, hogy Horvátország együttműködjön a hágai nemzetközi törvényszékkel a háborús bűnösök kiadatásában. Az ország teljesítette a feltételt, így az Európai Parlament tavaly decemberben jóváhagyta a csatlakozási szerződést. A tegnapi referendumot megelőzően a csatlakozás ellen tüntettek Zágrában, Néhányan megpróbálták eltávolítani a fő téren felállított Európai Unió zászlót. Az előzetes felmérések szerint a horvátoknak 55-60%-a támogatta a csatlakozást. Tegnap azonban kiderült, többen vannak az EU-pártiak. A választópolgároknak ugyanis 66%-a szavazott igennel a feltett kérdésre, vagyis hogy váljon-e Horvátország az Európai Unió tagállamává. A decemberben jóváhagyott szerződés így várhatóan jövő év júliusában életbe lép, Horvátország pedig a második volt jugoszláv tagköztársaság lesz, amely teljes jogú tagjává válik az Európai Uniónak.